Nagy rendszere, akár az ökológiai rendszerekkel is beszélhetünk, mert már tudjuk, hogy milyen a felmelegedés, és annak milyen fokon van, és az előre is ki is lehet számítani, hogyha tovább energiát játszunk be az atmoszférába, akkor az hogy melegedik föl továbbra, és akkor mikor éri azt a pontot, amikor már tényleg veszélyezteti a 7 milliárd embernek az életét, mert egész közel vagyunk. De most kezd elérni azt a pontot, ahol az emberiség felfogja, mert tisztelt a na, jelentően azt az ígéretet kapta, hogy 20 percen bírákba lesz beolvasva. Meg úgy viselkedni a környezetünkkel, a más emberekkel, hogy érezzük azt, hogy amit nekik teszünk, azt magunknak is teszünk. Hogy nekik ártunk, akkor magunknak ártunk. Érezzük azt, hogy a mi létezésünk és a mások létezése egy rendszerbe tartozik. Vagy az egész közös rendszert közösen alakítjuk, fenntarthatóvá tesszük, vagy pedig mindjárt nem tudom, hogy olvasom a kommenteket, nem tudom nagyon mit mondani, ilyen például változás. Nincsen változás. Várjuk. Fél órája várjuk negyed órát. Negyed óra lett, tehát valószínűleg itt más időszámítás van egyébként. Oké, rendben. Jó. Király, oké. Kocsi az van. Semmi. Amit látom. Kök, 67. A Sorbonon is például elfogadják a spirituális világ hozzácsatolását ezekhez a gondolatokhoz. Tehát nem csak
pusztán tudományos alapon közelítik már meg a kérdéseket. Tehát nem csak pusztán az eddig tradicionálisnak vélt akadémikus gondolkodásmód él meg. Én ezt úgy mondanám, hogy csak a kérdésekben, amit itt életképes, emberek, ugyanebben nem engedünk, hogy egységesen olvassák be a 6 és a 25 pontunkat! Nem fogadunk el szerkesztett verziót! Ezt tegyük egyértelművé, jó? Vagyunk, azt megint a végén mindesen vesztettük el, visszatudtuk. És ugye azt sem nagyon fogadjuk el, ha utolsó hírként akarják lehozni azt, hogy itt vagyunk többetlen. Első hír! Első hír! Így van, ezt egyébként mi is tudjuk, hogy be fogják olvasni, úgyhogy már csak az a kérdés, hogy mikor. Tehát... Gyorsan feldobnánk egy szavazást, jó? Azzal kapcsolatban, hogy szerintetek be fogják olvasni? Ezt be fogják olvasni, vagy nem? Várjuk az igent, nem? Megérdeztük ezt a változást, vagy nem, azt majd meglátjuk. Egyáltalán nem biztos, hogy 21-dik az meg, na, egyik költögetve, most más lettem, ugye? Az sem, hogy más más lett a világ. De hogyha majd visszatekintünk rá 13-ban, vagy 14-ben, vagy 15-ben, és azt mondjuk, tényleg ezek a változások 12 végén kezdődtek. Az szerintem valószínű. Az aranyalap vendégem a László Ervin professzor volt. És az volt, hogy szerintetek beolvassák-e a 6 pontot a rádióban? Igen vagy nem? A eddigi válaszadók, tehát 540 válaszadóból 60%, igen, és 34 nem. Tehát a többségetek azt mondja, hogy beolvassák. A rádió székházáig jutottak, ahol most egyébként akarunk olvasni a 6 pontot. Ígéretet kaptunk elő, hogy az este 9 órás híradóban ezt meg is tenni egy Fuzsina nevű hangot. Volt már egy kis hangot, hogy hogyan készítették, hogy nem lesz semmi, hogy így jó, és milyen pillanatban itt tartunk most? Várakozunk, még 4 perc van ez az iratunk.
Minden, amit tudni kell, és amit tudni érdemes a Száguldó Cirkuszról. Száguldó Cirkusz 2012-2013. Megpróbáltuk ezt a fénymobilokkal, sajnos nem csak a segít. Érezze meg egészségét a Naturlava természetes készítményeivel. Minőség, megbízhatóság. Kossuth Rádió. A szalott ereje. 21 órakor híreket hallanak, jó estét kívánok, a szerkesztő Polyák Adrián, mikrofonnál Kocsi Zsolt. Középiskolások és egyetemisták demonstráltak Budapesten az oktatási államtitkársági épülete előtt. Onnan a parlamenthez, majd a Magyar Rádió épületéhez vonultak a tüntető diákok. A demonstrációt a Human Platform szervezte. A középiskolás és egyetemisták tiltakozók 6 pontból álló petíciót adtak át a rádió megbízottjának. Ebben új felsőoktatási törvényt, a keretszámok 2011-es szintre történő visszaállítását, minden tudományterületen a teljes állami finanszírozást, az elvont források visszaadását, a hallgatói szerződések eltörlését és az egyetemi autonómia helyreállítását követelik. Marok Zoltán, az emberi erőforrások minisztere az országgyűlésben megerősítette, aki megfelel a minőségi követelményeknek. A miniszter holnap tárgyal a Hallgatói Önkormányzatok Országos Szövetségével a javaslatokról. A kormány szerdán dönt a felsőoktatás tervezett átalakításáról. A Szalay utcai demonstráción több ellenzéki párt képviselője is megjelent. Az országgyűlés megszavazta a rendszerűségi Thank you.
és beszámol arról, hogy mi történt fent. Ha még kijön valahol. Ne, Orbán TV!
ezzel már segíteni ma nem tudunk. Hallottok-e minket? Mindjárt jobb lesz a kép is. Menjünk el. Jó. Mert először is kérdés, hogy hallottok-e? Hallottok, jó, már akkor most csináljuk egy gyors összefoglalást. Máté. Akkor... Gyorsan elmondanám, hogy mi történt most, és mi történik éppen jelen pillanatban is itt. Elég megfogyatkoztunk rendesen, tehát nagyon sokan elmentek haza. Most a jelen pillanatban a diákok, mivel nem engedték be a Magyar Rádió épületébe őket, illetve beengedték, egy lányt engedtek be, aki át tudta adni ezt a 6 pontot, amit be is olvastak a rádióba, igaz, egy kicsit cenzúrázva. Most jelen pillanatban a Hír TV egyik riporterét próbálják megfűzni, illetve megfűzni, hogy olvassa be ezt a 6 pontot. Illetve mondja be azt, hogy a televízióban nem engedtek, vagy a rádióban nem engedtek be minket. Ezután valószínűleg nem tudni, ez még kiabálások alapján tudjuk csak ezt mondani, hogy egy egyetemet szeretnének fórumot tartani, azonban többen azt gondolják, hogy ennek semmi értelme nincsen, hiszen és már itt sincs nagyon értelme sajnos ennek az egésznek, hiszen amit beolvasták, azt beolvasták, de több ember nem fognak is, minket nem fognak konkrétan beengedni a rádió mikrofonok mögé. Egy hallgatói fórum az egyetemen pedig most már teljesen értelmetlen, hiszen itt ma este annyit sikerült elérnünk, hogy tényleg a Magyar Rádió iradójába elsőként hozták ezt a hírt le, és beolvasták azt a megfogalmazott 6 pontot, amit egy petícióként az MTVA-nak leadtunk. Nem tudom, kérdés, maradjunk-e még a helyszínen, menjünk. Nagyon igazából sok értelmét nem látjuk már ennek az itt maradásnak, illetve az egésznek, és azt gondoljuk, hogy lassan mindenki megy haza. És ez a mai demonstráció itt ér véget, mindenképpen eredményesnek mondanám én, emiatt az MTVA-s beolvasás miatt, illetve a Magyar Rádiós beolvasás miatt. Az értünk.hu élők közvetítését láttátok egyébként. Ha bármilyen, illetve szerdán 4 órakor lesz egy megmozdulás, amit ugyanúgy élőbe fogunk közvetíteni. És most mögöttem itt... Igen. Na, most jelen pillanatban elmennek, egy kisebb csoport elmegy a Színművészeti Egyetemre, ahol egy fórumot tartanak, megbeszéljük és kiértékelik a mai napot, illetve megbeszéljük a további struktúrát, azt, hogy hogyan működhet tovább ez a dolog. Mi azt tudjuk ígérni, szerdán 4 órakor újra élőben jelentkezünk, addig is olvassátok az értünk.hu-t, és szerdán 4 órakor várunk mindenkit az élő közvetítéssel, mi voltunk az értünk.hu, én Csepeli Máté voltam, illetve itt áll mellettem. Igen, és én is szeretnék elköszönni a kedves nézőt, én Simon Zoltán voltam, Mátének is köszönöm a munkát. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk, szerdán, tehát 4 órakor folytatjuk az élő közvetítést, addig is terjesztitek el, osztatok meg ezt a linket, hogy tudja más is nézni majd szerdán az élő közvetítést, illetve lájkoljátok az értünk.hu Facebookos oldalát, www.értünk.hu. További szép estét nektek, köszönjük szépen, jó éjszakát, sziasztok!